Sziasztok! Rendeltem egy kést, egy cseh fene gyereket. Az interneten nézegettem, gép előtt ülve úgy gondoltam, hogy hú, Mikov kés, Mikov tör, nagyon frankó, úgyis régen áhítoztam már egy Mikovra, mivel hogy találkoztam annak idején nagyon szép csúcsminőségű, kidolgozott Mikovval, sajnos a gazdája 4 literesebb tripáinkáért nem volt hajlandó eladni, úgyhogy maradt egyenlőre egy álom máig. Igen, nem csak, hogy az álom, rémálom már kanyarodott át, mert hogy amikor kivettem a kést a csomagolásból, na most kezdjük azt, hogy egy nylon szatyorba rakták be az egészet. A csehek. Egy szakadt, szutyok nylon szatyorba viszlát, át, azok becsomagolva még, úgy küldték el. Egyébként lehet hozzá, így néz ki egyébként gyárilag hivatalosan, ez az ocsmány, hát használhatóságát tekintve ismeritek a véleményemet a műanyag tokokról, ugyanúgy használhatatlan tokja van, mindegy. Szóval a csefene gyerek az a Mikov Brigant típusú kis erdei kése. Hát a csehek azok istenítik, hát persze, hogy istenítik, hogyha varga kés lenne most egyébként a kezemben, ami magyar, debreceni, akkor azt én is isteníteném, akármilyen hibája lenne. Na de menjünk tovább. A kést kezembe véve, először szemrevételezzük. Külső kinézetre gagyi. Egy olyan gagyi feelinget ad ez a markolat, hogy jaj. Tényleg, mintha egy konyhakés lenne a kezembe. A penge kialakítása. Igaz, hogy ez ilyen drop pointosabb lenne, bóvi fele ne kanyarodjunk el. Azán meredek lenne. De az, hogy amikor megvásárolom a kést, megvettem a morát, megjött a kompánion, és elkezdtem szépen vele húzogatni a kezemről a szőt lefele, mert itten, mint a borotva. Ez utána kellett élezzek, és még így sem hozza. Nem hoz semmit. Szóval én kíváncsi vagyok arra, hogy hát erre a késsel mit lehet majd kezdeni. Hát ami egy alap erdőjáró kódorgó késre még kell, hogy legyen kaparója. Nincs rajta az sem. Ne keressen rajta senki. Hát a penge kialakítása, mint fényezés, simán nikkelezett tükör simára felhúzva. Hát az is hagy némi kívánnivalót maga után, mivel a bőrtokot készítettem, még nem is volt nedves a tok, ez a poén az egészben is már mindjárt kicsit bematított rajta. Szóval nem tudom, mit akartak ezzel elejön. Fogása gyűri. Teljes mértékben úgy összegyűrődik a tenyerem belülről, hogy szinte kellemetlen. Hiába a vánkos markolatvég kialakítása, mert ugye a madárfejekkel lehetne a legeslegjobban csapni, viszont a vánkos is alkalmas rá. Teljes mértékben csalódás ez a kés. Holnap fog egyébként a krokodil zsebkés érkezni. Már előre hívom ki a mentőket. Ha véletlenül rosszul lennék, akkor tudjanak engem ellátni. Szóval, hogy a Mikov céggel mi lett, nem tudom. Mert tényleg vannak szép késeik. Gyönyörű késeik voltak. Amit őrel találkoztam, az is gyönyörű szépen famarkolattal ellátott tör volt. De hogy valaki egy ilyen munkát kiadjon a kezéből, és tényleg azt mondom, hogy ha már a késgyártás szégyeneiről van szó, akkor szerintem ez is fog közé keveredni, ugyanúgy, mint a szabotta. Az is egy ugye 10 eurós kés, hát ez is olyan 11 euróba került. De nézzük a kés pengéje 400-as acélból készült. Mit tudunk a 400-asról? Nem jó az éltartósága, puha, nem jó a kopásállósága. Egy szóval késnek nem való acél. Pláne nem erdőjáró késnek. Viszont ami nagy előnye, ha kihúzod rojtosra az élét, akkor is könnyebben fogod tudni újraélezni, mint egy erősebb VG10-et például. Mondjuk én azért megnézem azt, aki egy VG10-et skandináv élezésbe kihúz. Az élezését tekintve ez élszalagos.
Ez olyan fura észalagos, mint a húzat. Nézzetek csak bele. Palicsáljunk vele valamit. Hát bele se kap. Milyen? Így már kezd. Próbáljunk egy tolvaságot lenyesni vele. Kapirgassunk vele egy kicsit. Csak nyomot hagy a fán, semmi más. Ugyanis a kaparóér is, ahogy nincsen rajta, ugye, és maga a penge hát is le van szépen gyönyörűen gömbölyítve. Nézzétek csak! Le van gömbölyítve. Szóval, aki véletlenül ilyen típusú késre fanyalodik, mert szereti az európai márkát, akkor inkább vásároljon magának egy jó mara kompániont, toldja meg még pár euróval, és akkor lesz egy használható késre. Köszönöm szépen a figyelmeteket, sziasztok!